gyerekek előtt táncoló drag queenek, kievet fenyegető oroszok, a levegővel kezet rázó amerikai elnök. Ha most a hanyatló nyugatról beszélnek, ezek a képek jutnak eszembe. De tényleg válságos időket él az úgynevezett nyugat? Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ adjunk, előbb meg kell értenünk a nyugati kultúra legfontosabb elemeit. Számít, hogy kit kérdezünk. Egy liberálisnak például lehet a demokrácia export, egy baloldalinak a kapitalizmus, egy konzervatívnak pedig a görög római és keresztény hagyomány. Annyi biztos, hogy az európaiak a 16. századra kiemelkedtek a világ többi civilizációja közül. Hajtotta őket a versenyszellemük, a tudományos innovációik és a szorgalmuk. De a valódi különbséget nem a hatalom és gazdagság iránti vágyuk jelentette, hiszen ez másokat is jellemzett. Sokkal inkább küldetést tudatuk amely a keresztény hitükből eredt. A világ megváltoztatásának missziós eszméje európai tulajdonság. Ez motiválta az első egyetemek alapítóit, lelkesítette hunyadi kereszteseit, és ez vitte el a konkvisztádorokat Amerikáig. Négy évszázadot követően a küldetéstudat megmaradt, de a tartalma radikálisan megváltozott. Többé már nem a kereszténységből vezették le, hanem olyan ideológiákból, mint a liberalizmus, a kommunizmus vagy a nemzeti szocializmus. A nyugat mai válságának három tünete látszik. Az első a demográfia. A nyugati világ nem tudja fenntartani saját népességét, miközben olyan tömegek döngetik a kapuit, amelyeknek beilleszkedési vágya finoman szólva is nehezen garantálható. Az előrejelzések szerint 2050-re az amerikai kontinens a világ népességének csupán 13%-át, Európa pedig 7%-át teszi majd ki. A második tünet a gazdasági helyzet állapota. 2050-re az EU a globális GDP csupán 9%-át adja majd, az Egyesült Államok 12%-át, miközben csak Kína 20%-ot. A harmadik a katonai erő kérdése. Itt még érvényesül a nyugati fölény, hiszen például az Egyesült Államok még mindig több mint háromszor annyit költ haderejére, mint Kína. Azonban ha egy közösség gazdasági súlya csökken, akkor a katonai ütőképessége is gyengül hatékony haderő nélkül pedig nincs biztonság. Miközben a nyugatiak visszaestek, egyes riválisaik fokozatosan eltanulták a technológiájukat, mások gazdasági vagy éppen demográfiai előnyre tettek szert. Az elkövetkező évtizedek ezért várhatóan nem Európáról és Amerikáról szólnak majd. De miért történik ez az egész? A civilizációk válságáról két nagy diagnózis született. A német Oswald Spengler nevéhez köthető biológiai, és az angol Arnold Toynbee féle akarat alapú elmélet. Spengler szerint az optimizmus gyávaság. A Nyugat Alkonyat című művében kifejtette, hogy a nagy civilizációkra is áll a természet törvénye. Megszületnek, növekednek, virágoznak, majd lassú hanyatlásuk halállal zárul. A nyugat még átadhatja örökségét egy születendő új kultúrának, de bukása elkerülhetetlen. Ezzel szemben Toynbee optimistább, tehát Spengler szemében gyávább szerinte a civilizációkat nem meggyilkolják, hanem öngyilkosok lesznek. Magyarul a hanyatlás nem szükségszerű. Az angol szerző úgy vélte, hogy a nyugati világ akkor kerül válságba, ha megtagadja lényegét, a kereszténységet. Ha a templomainak imádságos csendjét múzeumi csend váltja föl, ha a nyugat olyan lesz, mint egy folyó, amelynek kiszáradt a forrása, vagy egy fa, amelyet elvágnak a gyökereitől. A jó hír szerinte viszont az, hogy a civilizációnk jövője kreatív kisebbségek és kivételes vezetők kezében van, akik megmenthetik a helyzetet. Szerinted kinek van igaza? Írd meg nekünk kommentben! Köszönjük, hogy megnézted ezt a videót! Kövesd az Axioma tartalmait YouTube, Facebook, Instagram, Twitter és TikTok csatornáinkon, vagy látogass el honlapunkra az axioma.hu-ra, ahol hírlevelünkre is feliratkozhatsz.